Évvégéhez közeledünk, ilyenkor mindig egy kicsit visszatekintünk, egy kicsit előrenézünk, mérlegelünk és terveket készítünk. Így történik ez a Szatmári Egyházmegyei Caritas szervezet keretén belül is. Üdvözlöm a kedves nézőket, és üdvözlöm vendégeimet a stúdióban, dr. Láng Lászlót, a szervezet vezérigazgatóját, Huszti Mónikát, gazdasági igazgatót, és szakmai igazgatót, dr. Kósa Attillát. Üdvözlöm Önöket! A doktor úr nemrég van a Caritas szervezet élén, de nagy erővel bevetette magát a munkába. Mennyire sikerült a szervezetet ez alatt, az idő alatt megismerni? 2014. október 1-től ért ez a megtisztelő feladat, hogy Caritas vezérigazgatói tisztségét betölthetem. Nagy kihívás volt nekem, mert ugye az indulástól 92-től 2002-3-ig aktív alkalmazottja és tagja voltam a Caritasnak. Utána csak az úgynevezett Caritas Medica Poliklinika önálló intézményét vezettem, és annak keretében tevékenykedtem. Egy picikét eltávolodtunk így egymástól, de természetesen a partneri kapcsolat és a személyes kapcsolat nem szakadt meg ez alatt az idő alatt sem. De azért azt el kell mondani, hogy ez alatt a 12 év alatt nagy változáson és pozitív változáson esett át a Caritas szervezet, és természetesen hát ehhez a feladathoz föl kellett nőni, és ez egy tanulási folyamat, mert a Caritas 2014-ben hál' Istennek nem ugyanaz, mint 2002-ben volt, hanem annál sokkal nagyobb, fejlettebb, és nem csak dimenziójában nagyobb, hanem minőségileg is egy más szinten van. Hát 12 év az nagy fejlődést hozott nem csak a Caritasnál, hanem a társadalom összességében is, hál' Istennek. És hát ennek a folyamatnak úgy gondolom, hogy az első fázisa nagyjából véget ért. Ez az intenzív tanulási fázis, így mondanám. Igyekeztem minél több szakmai információt elsajátítani, és megismerni a Caritas valóságát, megismerni azt, hogy hol vannak a súlypontok, hol vannak azok a területek, ahol megpróbálhatunk hatékonyabban a társadalom legrászorultabbjainak a segítségére lenni, és természetesen feltérképeztük azokat a problémákat is, amelyekkel az elkövetkező időben szembesülnünk kell. Azt mondom, hogy az intenzív szakasza ennek a tanulásnak nagyjából az év végéig úgy gondolom véget ér, de további 2-3 hónapra szükség lesz még ahhoz, hogy nyugodt lélekkel azt mondjam, hogy igenis, most már tudjuk pontosan, hogy ez a mechanizmus, ez hogy is működik. Ez az igen nagy vállalat, amely 230 alkalmazottat foglalkoztat, és több mint 7000 szociálisan rászorult személynek nyújt rendszeres támogatást, hogy ez hogy is működik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó úton járunk, és a jövő év első 2-3 hónapjában még tökéletesíteni fogjuk azt, ami még hátra van. Nem kis elődöknek kellett a nyomdokaiba lépni, és azt hiszem, hogy bizonyítani is ezután. Hogy látja így első látásra? Van sok javítani való, sok tenni való ebben a szociális munkában? Hál' Istennek azt azért látnunk kell, és örömmel tapasztaltam, hogy egy nagyon komoly szakmai csapat áll a Caritas rendelkezésére. Tehát jó magam sem, és senki nem lenne képes egy ekkora szervezetet igazgatni úgy, hogy ne legyenek nagyon jó szakmai kollégái, és ne legyenek nagyon jó emberileg motivált kollégái. Ilyen értelemben a helyzet nehézségét az is jelenti, hogy ez nem egy egységes tevékenységet folytató szervezet, hanem nagyon sok szakterületen tevékenykedik, gyermek, ifjúsági szakterület, idős gondozás, otthoni betegápolás, szociális segélyezés, képzések szociálisan rászorult személyeknek elsősorban, és még sorolhatnám, tehát nagyon
színes az a csokor, amiben a tevékenységek zajlanak, és hát mindegyiknek megvan a maga specificitása és nehézsége. És hát területileg is az egyházmegye két megye területére terjed ki, többé-kevésbé, Máramaros és Szatmár megye területére. És hát úgy szoktam fogalmazni, hogy Visótól Mező Petriig több mint 40 közvetlen szolgáltató intézmény szolgálja a legrászorultabbakat. És hát ilyen értelemben ezt mind összefogni és megfelelő mozgásban tartani nagy kihívás. Természetesen én az egyik legfőbb feladatomnak azt tekintettem, és továbbra is azt tekintem, hogy az a változás, ami bekövetkezett, a szervezet működésében semmiféle törést, fennakadást ne okozzon. Úgyhogy kollégáimmal ezen dolgoztunk. Hát egy kemény periódus volt, ezt azért el kell mondjam. Tehát, hogy így hirtelen beugrani egy ilyen szervezet struktúrájába, természetesen nagyon sok embert ismertem, nagyon sok kollégát ismertem, de nagyon sok új kollégával is megismerkedtünk ezzel alatt az idő alatt. Ennyi év alatt egy néhány még belefonódott. Így van. De, és elsődleges fontosságot tulajdonítottam annak, hogy legelőször is a szociális szektor problémáival ismerkedjen meg. Végül is ez a fő feladata az egyház által és a társadalom elvárása is erre vonatkozik, hogy a szociális szféra, az szolgáltató szféra minél erősebb legyen, és ezzel az első egy-másfél hónapban sikerült úgy érzem megismerkedni, és hát az elkövetkező egy hónap, ami azóta eltelt, az nagyjából a gazdasági jellegű tevékenység feltérképezését, a továbbhaladás irányának a kijelölését szolgálta. Mivel hogy azt is szokták mondani, hogy pénz nélkül a föld sem forog. De. Nem csak a vezetőségben történtek változások, a Kósa doktor úr esetleg, hogyha be tudnám mutatni a strukturális változásokat. Hát a két dolog azért külön folyamatként zajlott. Mivel hogy a strukturális az már jóval hamarabb elkezdődött. Amennyiben a szociális területet érintő, hát az irányítási struktúrán belül elképzelt változtatások azok egy korábbi döntés értelmében zajlanak, és hát lényegét tekintve arról szólnak, hogy egy a már említett működési területekhez mért korábbi struktúrát olyan irányban szeretnénk megváltoztatni, amelyek a szakmai irányítást és ilyen módon a szakmai minőség fejlesztését azt kisebb, átláthatóbb, dinamikusabban fejleszthető egységekre bontja. Hogy ez konkrétan mit jelent, ugye László mondta, az időseknek szóló szolgáltatásaink területét, mint működési területet, vagy a gyermekifjúsági területet, ami egy korábbi struktúrában megjelent a szervezeten belül. Ehhez képest az említett, hát 40-et mondtál, de igazából 30 feletti szociális szolgáltató egységet olyan módon fogtuk össze, hogy az ott zajló tevékenység az nem csak a célcsoport tekintetében, hanem a szolgáltatások tartalmi vonatkozásaiban is egy könnyebben áttekinthető, egymáshoz jóval közelebb álló tevékenységi körré álljon össze, és ilyen formán kisebb hálózatok kialakításában gondolkodunk, illetve ilyen irányba tettünk lépéseket. Ezekhez a szolgáltatói hálózatokhoz rendelünk egy alapvetően szakmai orientációi irányítást, és ahogy azt korábban is mondtam, azt reméljük tőle, hogy ilyen formán a szolgáltatások minőségét közvetlenebbül és lényegileg tudjuk javítani. Eddig volt az a bizonyos négy terület, igen, amelyekben igen nagy átfedések voltak egy adott pillanatban. Valamennyiben ezt az átfedést kell kiküszöbölni ezek által? Hát mi most itt egy belső szerkezeti változtatásról beszélünk. A nézőket, a
vagy a szolgáltatásokat igénybevevőket ebből a történetből az érdekelheti, és remélhetőleg ennek lesznek a tanúi, hogy hogyan sikerül egy hatékonyabb irányítás mentén a nekik nyújtott szolgáltatásokat hatékonyságukban, minőségükben javítani. Amit a kérdésre visszatérve, egy korábbi idős területi szolgáltatói egység rendszerben jelen voltak az idős klubok, épp úgy, mint a Caritas által működtetett idős napközi, vagy a házi beteg ellátó rendszerünknek a különböző egységei, és hogyha aki ezeket az egységeket közelebbről is ismeri, az látja, hogy az egyes egységekben zajló tevékenységek időnként nagyon, mindamellett, hogy mindegyik időseknek szól, de lényegét tekintve nagyon eltérő tartalommal bír. Ezt próbáltuk, vagy próbáljuk ebben a szerkezeti változtatásban kezelni, és egy hatékonysági és egy minőségi szempont szerint fejleszteni. A segélyezettek szükségletei így jobban kielégíthető, vagy nehezebb lesz egyik irányzatra, egyik vonalról a másikra átlépni? Megmarad az a bizonyos kommunikáció a munkatársak között, hogy közösen tudjanak segíteni, segítséget nyújtani? És talán hát éppen ebből az átalakításból következően talán még hatékonyabbá is válik. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy ha pontosabban jelölöm körül a tevékenységi területeket, és ott egy fókuszáltabban, összpontosítva jelenik meg a szakmai tartalom és a szakmai minőség, akkor nyilván ezek az egységek egy magasabb szakmai önállóság és öntudat mentén képesek lesznek a belső kapcsoló vagy külső kapcsolódások szintjén is hatékonyabban működni. Jönnek létre új egységek, vagy esetleg van tervbe véve valaminek a megszüntetése? Hát az átalakítás az olyan értelemben már most érintett bizonyos korábbi tevékenységeket, hogy mondjuk az úgynevezett segélyosztópontokat az beolvasztottuk egy-egy nagyobb szociális egységbe, illetve a bizonyos szociális egységet átminősítettünk programnak, tehát mint tevékenység megmarad, de nem kötjük egy önálló egység létéhez. Ami pedig a jövőbeni terveket illeti, hát nem tudom, hogy abból mi az, ami most közel jövőben témaként megjelenik, de ha már az idős terület került szóba, akkor azt azért elárulhatom, hogy egy idős otthon létrehozásán dolgozunk egy jó ideje. Nyilván ez nem egy egyszerű téma, mint új szociális egység, tartalmilag sem, működésileg sem, úgyhogy ez valószínűleg, ha nem is a jövő év, de a közel jövőnek az egyik megvalósításává érik. Erről már szó esett, és örülnék, hogyha majd később egy kicsit bővebben kitérnénk erre a bizonyos idős központra, mert ez egy elég komplex projektnek néz ki. Kiegészíteném, ha megtetszik engedni egy gondolattal a Kósa doktor úr által elmondottakat. Egyrészt alapelvként az egyik megfogalmazott cél az volt, amikor a vezetését az intézménynek átvettem, hogy minél több és minél erősebb közvetlen szociális szolgáltatást próbáljunk nyújtani. Tehát a hangsúlyt fokozottan arra helyezzük, hogy igenis minél inkább legyünk ott az emberek hétköznapjaiban, minél többen vegyünk részt azoknak a problémáknak, minél többet vegyünk, hasítsunk ki azon problémák megoldásából, amelyekkel a lakosság mai társadalmi életben szembesül. Azért látjuk azt, hogy milyen óriási problémákat jelent a mai társadalomban
ez a fejlődéssel való járó, együttjáró leszakadás. Tehát azt látjuk, hogy azért visszanézve az elmúlt 15-20 évre látjuk, hogy a társadalom egészen összességében véve azért hál' Istennek jobban él, mint 10 vagy 15 vagy 20 évvel ezelőtt. Viszont azt is látnunk kell, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek fokozottan leszakadtak ebben a fejlődésben. És hát a legkiszolgáltatottabbjai a társadalomnak, a fogyatékos személyek, a roma integráció az egy külön probléma, ugye az olyan nyomasztó lakhat a társadalomra, mert óriási nyomás Európa részéről, hogy ezt a problémát oldjuk már meg. Nagyon sokat lehet erről beszélni, meg nagyon sok bölcset lehet mondani, azt látni kell, hogy ez egy olyan problémája a társadalomnak, amire sürgősen hozzá kell fogni terápiákat kidolgozni, egységes és csodamódszer nincs, ezt már mi az elmúlt 20-valahány év alatt magunk is megtapasztaltuk, viszont el kell kezdeni dolgozni, mert ezek tipikusan olyan problémák, amelyeknek a megoldása nem egy-két év alatt fog bekövetkezni. De még egy-két évtized is talán valószínűleg évtizedek kellenek hozzá, de ahhoz, hogy egy évtized vagy kettő múlva azt mondhassuk, hogy igenis sikerült valamit elérni, ahhoz már most hozzá kell fogni, és azt mondja, azt kell mondjam, a professzionális szinten, szakmai ismeretek birtokában kell ezt az egész problémát megközelíteni. El kell ismernünk, és azt hiszem, hogy mindenki elismeri, hogy a Caritas egy nagyon jól felkészült szakmai csapattal dolgozik. Mit tesznek a szakemberek annak érdekében, hogy a segélyfüggőséget elkerüljék? Hát most Caritas egészét tekintve azért azt az imintiekből, már az általán mondottakból is látni kell, hogy meg hát talán te is mondtad, hogy ez az egyházmegye két megyét érintő területi eloszlásában a több mint 30 szociális egységben folytott tevékenység milyen sokrétű. És ebben a sokrétűségben az is benne van, hogy például a fejlődészavaros vagy fogyatékos gyermekeknek a korai fejlesztése, korai rehabilitációja mentén, ugye nem az elsődlegesen a családnak az anyagi helyzete a meghatározó, hanem az, hogy ez a család, ez egy szülőpár, egy fejlődés problémás vagy fogyatékos gyermek nevelésével vagy neveléséből adódó problémákkal kell megküzdjön. Ilyen értelemben a segélyfüggőség az anyagi természetű juttatásoktól való függőség nem minden egyes Caritas kedvezményezett esetében merül így fel. Viszont a függőségnek nem csak ez a formája létezik, éppen az imént említett fogyatékos gyermek fejlesztése vagy rehabilitációja kapcsán éveket dolgozunk együtt egy-egy családdal, és másfajta függőségek is kialakulhatnak. Hát a függőség megelőzésének ugye az első lépése, hogy a szakembernek ezzel a jelenséggel tisztában kell lennie, és ezt a jelenséget a maga helyén, az ő szakmai ismeretein keretén belül kezelnie kell. A másik, amiben egy ilyen tudatosság mentén a szervezetben mi függőség kialakulása, megelőzése kapcsán tenni tudunk, az a nagyon direkt és tudatos munka a klienseinkkel, a családjainkkal, nem csak a hozott szociális problémák mentén, hanem egy fejlődés mentén is, ami adott esetben egy kedvezményezetnek a, hát mondjam így, az emberi vagy személyiség fejlődése, vagy a család esetében a család megküzdő stratégiájának a fejlődése. Hozzá kell tennem azonban, hogy ez nem ilyen fehér vagy fekete probléma, tehát van akikkel ilyen típusú együttműködésben, fejlődésben viszonylag könnyen és viszonylag gyorsan tudunk közös eredményeket elérni, és olyanok is vannak, akikkel ez több éves munka
kapcsán sem mindig egyértelműen sikerül. A 1990-91-ben szinte 100%-os volt az anyagi segítség, tehát ez volt a fő tevékenység. Ehhez viszonyítva most körülbelül hogy áll a mérleg? A segélyosztás az volt az elsődleges aktivitása a Caritasnak, ugye ahogyan is mondta a 90-es évek elején, de azóta már eltelt 24 év, jövőre leszünk 25 évesek, ezért a jövő év a 25 éves jubileum köré fog épülni. Akkor ez 95%-ban lehet mondani, hogy erről szólt, a segélykiosztásról, de most már sokkal kisebb mértékben beszélünk segélyosztásról. Persze most is megmaradt ez, mert van akinek pont akkor és pont egy direkt segélynyújtásra van szüksége, de mi próbálunk hosszú távon beavatkozni a családoknál és azoknál a kedvezményezeteinknél, hogy ne szoruljanak már segélyosztásra vagy segélykérésre. Ezért mi is fejlődünk és próbálunk más típusú aktivitásokat is bevonni. 2014-ben hozzávetőleg az elköltött összegek hány százaléka volt kimondottan anyagi segély? Amikor anyagi segélyről beszélünk, akkor két típusú anyagi segélyről is említhetünk. Az egyik típusú anyagi segély az az ellátottakhoz jut el egyenesen tőlünk, ezek fizikai személyek, de mi szoktunk segélyeket adni, úgymond adományokat továbbítani más szervezetek vagy más intézmények felé is. Ezért olyan intézmények, akik nem jutnak direktbe adományokhoz, rajtunk keresztül így megkaphatják. Nem tudom, hogy ebben a körben, például a börtön, más vagy kórház. Kórházak is részesültek ilyen jellegű adományban, segélyezésben. Igen. Körülbelül milyen százalékban? Körülbelül egy maximum 20%-ban beszélhetünk. Összesen? Összesen. Összesen fizikai személyek és más intézmények felé. Nem csak a segélyosztás ennyire sokoldalú, hanem maga a tevékenység is. Valaki bemutatná a múlt év főbeseményeit? Húha, hát ez a... Múlt év, szóval még az idei évről beszélünk tulajdonképpen, de már nagyon a végén járunk. Na most én nem tudom, nyilván majd akkor kiegészítettek. Amit én erről az évről újdonságként el tudok mondani, vagy egy olyan dolog, ami ebben az évben újdonság erejével hatott, az a... Hát a korábban gyermek és ifjúság területként meghatározott egységeinkben, illetve azok közül háromban az Erdődi, a Túrterebesi és a Nagybányai gyermek központjainkban azok részvételével elindított 4 éves programunk. Ez a valamikor az idén tavasszal ugye a svájci romániai nagykövet jelenlétében hivatalosan is megnyitott úgynevezett svájci alapokból finanszírozott 4 éves program. Ebben a svájci Caritas, aki programvezetőként a Szatmári Egyházmegyei Caritas-szal partnerségben egy 3 pilléren nyugvón hosszú távú programon dolgozott ki, ehhez a svájci kormány ezeken az alapokon keresztül ad egy hosszabb távú 4 éves finanszírozást. És lényegileg a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma etnikumú közösségek és a közösségekben belül a családok és gyermekek helyzetének jobbítását célzó beavatkozásokat foglalja magába.
a gyermekek tekintetében az oktató-nevelő rendszerhez, óvodai iskolai rendszerhez való közvetlen és hatékony hozzáférést, az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférést és a közösségeken belül egy közösségfejlesztő munkát feltételez így röviden. Konkrétan mi történik ennek a projektnek a keretén belül? Tehát elviszem a gyereket az iskolába, vagy foglalkozom a szülőkkel, hogy... Hát, ha megkezdik engedni, én azt gondolom a nézőknek is nagyon jó lenne, hogyha egy konkrét példával próbálnánk érzékeltetni azt, hogy miben is áll ennek a projektnek az újszerűsége. Beszélhetünk itt szociálisan marginalizált roma vagy nem roma lakosságról. Nagyon gyakran föltesszük magunknak a kérdést, hogy miért van az, hogy mikor 20-24-25 évesek lesznek a marginalizált családokban fölnövő gyerekek, akkor nagyon sokszor nem tudnak írni, olvasni, nagyon sokszor nem tudnak munkahelyhez jutni, ezért vagy az előítéletek miatt, és hát azt mondjuk, hogy hát most tehetetlenek vagyunk, itt van egy ember, aki gyakorlatilag csak a másik oldalát is kell látni, hogy ez az ember nem biztos, hogy esélyt kapott az élettől ahhoz, hogy megtanuljon írni, olvasni, nem biztos, hogy esélyt kapott ahhoz, hogy megtanulja, hogy mi a jó és mi a rossz, nem biztos, hogy életében valaha is egy mesét mondtak neki, amiből leszűrné azt, hogy mire kell törekedni és hogy kell le az életet élni, nem biztos, hogy elmondták neki, hogy mik a higiéniai feltételei a civilizált életnek, vagy nem biztos, hogy ahhoz adottak voltak a feltételek, a legegyszerűbb feltételek, hogy víz és szappan legyen. Kezdve attól, hogy nem biztos, hogy van személyi igazolványa. Mert a születési, hát számtalanszor ott kezdődik a probléma, elvesztette a születési kivonatot, az anyakönyvi kivonatot. Vagy egyáltalán nem is volt. Vagy esetleg nem is volt. És ettől a pillanattól kezdve ennek a személynek a sorsa szinte megpecsételődik, amennyiben nem sikerül ezt a problémát orvosolni. Kezdve attól, hogy aztán óvodába jár-e a gyerek, vagy nem jár, vagy aztán iskolába jár a gyerek, vagy nem jár, ugye mi arra próbáltunk törekedni, hogy az óvodai jelenlétet fokozzuk, igenis menjen el a gyermek rendszeresen óvodába, ehhez megfelelő speciális programokat dolgoztunk ki, megpróbáltuk motiválni őket, természetesen figyeltünk arra, hogy a higiénés feltételek adottak legyenek, tudjanak tisztálkodni, ugye, kapjanak megfelelő ruhát, mert akkor, ha bemennek utólag iskolai közösségbe, akkor nem lesznek kitaszítottak azért, mert kellemetlen szagúak, vagy éppen nincsenek megfelelően felöltözve, vagy rosszul érezzék azért magukat, mert úgy érzik, hogy azt a minimum szintet nem tudják elérni, ami az emberi méltósághoz szükséges. Ezeket a feltételeket biztosítjuk, egy ilyen projekt keretén belül tudnak tisztálkodni, tisztálkodási lehetőséget biztosítunk nekik, és nagyon fontos eleme ennek az úgynevezett szociális munka. Mondhatnám azt, talán a titka, a gyökere az egésznek, mert rájöttünk arra az időközben, hogy ha azt akarjuk, hogy 10-15-20 év múlva ezek az emberek esélyt kapjanak az élethez, akkor azt kell tennünk, hogy idejében már gyermekkorba őket egy megfelelő irányba kell segíteni. Megtanítani helyesen élni. Így van, de rájöttünk arra is, hogy a szülők nélkül ez nem működik. Tehát rájöttünk arra az évek során, ha azt akarjuk, hogy ezek hosszú távú eredmények legyenek, ahhoz a családot is ehhez be kell vonni. Mert ha a gyermek az óvodában, iskolában egy valamit lát, és hazamegy, és ott annak az ellenkezőjét, akkor nem biztos, hogy a helyes utat meg fogja találni, és mi a gyermekeken keresztül próbáljuk meg fölmérni a családnak is a szociális szükségleteit, mert ha ott sem történik változás, akkor ez egy újabb rizikó tényező, arra nézve, hogy 10 vagy 12 vagy 16 éves korban a gyermek kimarad az iskolába, nem fog már iskolába járni, mert a szülő azt mondja neki, hogy nem érdekes, nem fontos. Illetve megpróbálunk aztán a közösségek önszerveződésére is hatást gyakorolni. Csak egy példát mondjak, például Turtelebesen, ugye van ez a lakótelep, ahol a szegényebb családok laknak, és roma család, roma közösség javarészt, nagy mennyiségű szemét volt fölhalmozva, és hát ugye az nem megoldás, hogy elmennek egyszer, elviszik a szemetet, elmennek kétszer, elviszik a szemetet, és főleg, hogyha a szemét össze-vissza kerül kidobásra.
És erre próbáltunk, erre is, ezt csak példaként mondom, mert ez egy nagyon sok rétű tevékenység, de erre is próbáltunk hatni, hogy a közösség igenis szervezze meg önmaga azt, hogy a szemetet megfelelő helyre viszik, és a polgármesteri hivatallal nagyon fontos mindig az önkormányzatokkal az együttműködés, ők pedig besegítenek abban, hogy az a szemét, ami megfelelő helyre gyűl most már, az megfelelő időközönként elszállításra is kerüljön. Vagy a polgármesteri hivatalok például egy falusi környezetben megvalósítják azt, hogy vízvezetéket építenek az adott zónába, és beviszik az udvarra a vizet, az ivóvizet. Ami azt jelenti, hogy ugyan nem lesz a házban fürdőszoba és más, illetve nem ez a cél, de az, hogy az udvarban legalább folyóvíz legyen, ahonnan egészséges ivóvizet tudnak használni, illetve a tisztálkodáshoz szükséges minimális feltételek meglegyenek, ehhez elengedhetetlen. És ilyen értelemben látjuk ennek az áldását, hogy a Caritas, a civil társadalom, a politikum a maga politikai kezdeményező készségével, és miért ne részfinanszírozásával, szubvenciójával, és negyedrészt pedig az önkormányzat hozzájárulásával lehet ezt az egész munkát igazán kiteljesíteni. Tehát egy sokkal komplexebb fázisba jutott ez a szociális tevékenység, mint amivel kezdtünk, most lásd a szociális csomagok kiosztása, vagy közben ami történt, ugye, hogy csak a gyerekekkel foglalkoztunk, és mikor a gyerek fölnőtt és 14-16 évet elérte, akkor elvesztettük végül is. Tehát ma már sokkal magasabb szinten próbáljuk ezeket az eredményeket konszolidálni. És amint mondta, ezek csak példák, mivel hogy az egész szociális munka apró pici lépésekből áll össze, apró pici képekből kell összeállítani ezt a puzzle-t. Így van. Még egy nagyszabású projekt működik jelenleg a szervezet keretén belül, felnőtt képzés talán. Igen, a felnőtt képzés az egy pályázat keretén belül indult, egy posztdru pályázat, ami a humán erőforrásnak a fejlesztése. Ennek keretén belül 430 nő fog részt venni olyan fejlesztéseken és szakmai kvalifikációt fognak ezáltal kapni, amivel ők majd el fognak tudni helyezkedni. Ezek a úgymond diplomák, amiket ők fognak kapni a képzések végén, el vannak ismerve Európai Unió szinten, és 4 szakmában fognak ők képesítést kapni. Az egyik szakma az a szociális gondozói szakma, a házi betegápolói, babysitter és takarító gondozói szakma. Ezek a szakmák el vannak, ahogy már mondtam, ismerve a Munkaügyi Minisztérium által is, és egyesek elkezdődtek, és már a végére járnak a házi betegápolónál, már befejeződött egy széria, de folyamatosan kezdődnek újak. 3 különböző városban zajlanak, Szatmár, Nagyvárad és Gyulafehérvár. Emellett mivel, hogy ez konfederáció szinten nem, zajlik. Ez egy partnerségben volt ez a pályázat megírva, egy 3-as partnerségben, ahol a Szatmári Caritas szervezet a főpályázó, és a Váradi Caritas, illetve Gyulafehérvári Caritasok partnerek ebben a pályázatban. Így mond, nagy részét mi vállaltuk a munkának, eredményeknek, de a finanszírozásnak is mi kapjuk a nagy részét. Ezért jelentős része a pályázatnak itt Szatmáron történik. A jövő év június végéig ezek a képzések folyamatban vannak, folytonosan történnek, és felnőtt képzés, ahogy már mondtam. A célcsoport ezekben a képzésekben a nők, mint vulnerábilis csoport, és a cél az, hogy a munkapiacra esélyegyenlőséget kapjanak. Volt valami szociális kitétele annak, hogy ki vehet részt ezeken a tanfolyamokon? A szociális kitétel nem volt olyan szempontból, hogy kitétel legyen, de egy olyan kritérium volt, hogy a szociális rászorultak előnyben részesülnek, és
kapnak is valamit cserében, úgymond. Ellátásban részesülnek, napi ebédben, és a költségeiket, ami az utazásra vonatkozóan, azokat mi kifizetjük. Ezek kimondottan nem dolgozó hölgyek? Nem, nincsen ilyen feltétel, de értelemszerűen akik nem dolgoznak, azok szorulnak rá leginkább, és azoknak áll lehetőségükbe is, hogy részt vegyenek rajta, mivel hogy egésznapos képzésekről beszélünk, 8 órás képzésekről. Van túljelentkezés ezekre a kurzusokra? Szükséges a szelekció? Vannak bizonyos szakmák, ahol túljelentkezés van, vannak olyan szakmák, ahol hirdetni kell többször, de minden egyes képzésben megvan a létszám, és nagyon nagy érdeklődést mutattak a lakosok. Hagyj mondjuk azért el, hogy ez a program, ez a pályázat, ez folyamatában van, és valamikor jövő év június végén fog zárulni a közvetlen képzési része. Ez azt jelenti, hogy a tanfolyamok java része még csak ezután fog indulni, mondjuk úgy, hogy egy harmada futott le, és kétharmada ezután fog indulni. Úgyhogy mi arra törekszünk, hogy mindenkinek megteremtsük a lehetőséget, aki ezen részt szeretne venni, még akkor is, hogyha azt a bizonyos ideális csapatfőt, létszámot meghaladjuk, akkor is igyekszünk arra odafigyelni, hogy aki jelentkezni szeretne, annak lehetőséget biztosítsunk egy ilyen képzésen való részvételre. Ugye ez diplomás képzés, Romániában állam által elismert képesítést jelent, és egyre inkább meg fog mutatkozni annak a szükségessége úgy a belföldi munkavállaláshoz, mint a külföldi munkavállaláshoz, hogy sokkal nagyobb eséllyel pályázható meg egy ilyen állás, legyen az babysitter, legyen az szociális gondozó vagy betegápoló, ha arról államilag elismert diploma, oklevél bizonylattal rendelkezik valaki. És ez egy óriási esély, egy ilyen pályázatot azért nem minden nap nyernek meg, és nem minden nap kerül lebonyolításra, úgyhogy mindenkit arra biztatnék, hogy ha szeretne részt venni ezen a pályázaton, fantáziát lát benne, szeretné az ismeretét, tapasztalatát ezen a téren kamatoztatni, akkor igenis jelentkezzenek, még lehet lejelentkezni ezekre a képzésekre, és mi azon leszünk, hogy mindenkinek megadjuk az esélyt arra. Akkor itt feltétlenül meg kell említeni azt is, hogy ezek a tanfolyamok ingyenesek a résztvevők számára. Így van, ezt az Európai Uniós alap utólag megtéríti ennek a költségét. Természetesen óriási kihívás, mert ezt elő kell finanszírozni, és azt tudjuk, hogy ezek a post-grup projektes visszatérítések, ezek elég nagy csúszással történnek meg. Tehát elvileg ugye 4-5 hónapról beszélünk, hogy ugye mint Caritas, mint projektvezető előfinanszírozza, tehát kifizeti ezeket a költségeket. Aztán ha a célok teljesítésre kerülnek, akkor 4-5 hónap után az Európai Unió és román kormány folyósítja. Hát jó esetben, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy sajnos ez 8-12 hónapra is kitolódhat esetenként. Úgyhogy nagyon komolyan gazdaságilag is fel kell készülni, mert azt szoktam mondani a kollégáimnak is, hogy a víz alatt is csak az első 5 perc a kritikus, azt kell kibírni. Tehát ezek a pozó projektek azért olyanok, hogy nagyon komoly tőke befektetést igényelnek, és megkapja az ember általában, ha jól dolgozott, visszakapja ezt a pénzt. Igen, ám csak addig eltelik 8-12 hónap, és addig ezt a pénzt ugye meg kell várni, és ezt a gazdasági kihívásnak meg kell felelni. Úgyhogy ez egy nagyon komoly ilyen feladat, és azt gondolom, hogy ha egy ilyen lehetőség van, akkor az, aki babysitternek szeretne menni, aki okleveles betegápoló szeretne lenni, szociális munkás funkciót szeretne betölteni a jövőben, azok igenis jelentkezzenek, mert meg fogjuk szervezni nekik. Ez Szatmáron és Nagybányán is folynak ezek a képzések, úgyhogy a távolságot is igyekszünk minél inkább leszűkíteni és lerövidíteni. Az, hogy a szociális munka mennyire sokoldalú, az is bizonyítja, hogy egy ilyen kis műsor nagyon kevés ahhoz, hogy mindenről beszéljünk. Nem tudtunk szót ejteni még arról a nagyon sok eseményről, ami volt, de a háttérben a képek azt hiszem, hogy bizonyítanak.
ejtsünk egy pár szót éppen a jövő perspektívájáról. Röviden arról a bizonyos intézményről, amit az elején elnapoltunk. Az idős igen. központról. Schönberger Jenő püspök úr és a püspökség, mint intézmény már nagyon régóta nagyon fontosnak tartaná, ha az egyházmegyében létezne egy olyan intézmény, amely az idősek bentlakásos bentartózkodását lehetővé tenni, magyarul egy öreg otthon kialakítása nagyon fontos lenne, és hát ugye ez egy nagyon nyomasztó feladat, sőt, ahogy haladunk, és hál' Istennek elmondhatjuk azt, hogy azért a társadalom fejlődik, az átlag életkor, várható élettartam nő, látjuk nyugaton is, hogy mekkora probléma az idősek ellátása, és mekkora kihívás az össztársadalom számára. Ebből szeretne a katolikus egyház is egy szeletet, természetesen mindenféle diszkrimináció nélkül egy szeletet kihasítani, és azt mondani, hogy idős embereknek szeretnének egy idős otthont létrehozni, és ezt mint szociális feladatot a Caritasra testálta, és hát mi nagyon reméljük, hogy ez egy sikeres projekt lesz, óriási kihívás, nem csak a megvalósításra egy idős otthonnak, hanem utólag a működtetése, és tehát annak a működési költségeinek a fedezése. Hát természetesen a megvalósítás, az első fázis, azt mindenképpen valamiféle uniós projekt kiírás kapcsán szeretnénk létrehozni, megvalósítani, mert saját erőből egy ilyen lélegzetvételű beruházást pillanatnyilag nem tudnánk megejteni, de úgy látszik, hogy jó esély van erre, hogy ez megvalósuljon. Másik hangsúlyos projekt, vagy terület, amiben szeretnénk fejlődni, ezek az otthoni betegápoló egységeink. Ezek Szatmár és Máramaros megyében már több településen működnek, igen jó sikerrel, nagy szükséget fednek le, és úgy látjuk, hogy itt igen komoly fejlesztési perspektívák vannak, tehát szeretnénk több területen, illetve már a meglévő több helységben is ilyet indítani. Természetesen főleg azokban a helységekben, ahol az önkormányzatok részéről valamiféle nyitottság és együttműködési szándék mutatkozik. Illetve a meglévőknek is a kapacitását szeretnénk bővíteni, hogy minél több embernek tudjunk otthoni betegállátást biztosítani, ami tudva levőleg sokkal olcsóbb, mint a kórházi bentartózkodás. Az anyagi perspektívák milyenek? Hát az anyagi perspektívák azok minden évben egy nagy kihívás, és minden évben egy elég nagy adagban bizonytalan, de felépítettünk 25 év alatt olyan együttműködéseket ugyanúgy külföldön, mint belföldön is, amikre hosszú távon is tudunk számítani. Adottak a törvény által előírott finanszírozások, de emellett még nagyon sok mindenre van szükség. Ezért nekünk vannak külföldi partnereink és a helyi önkormányzatok, illetve helyi más intézmények, amelyekkel együtt minden évben meg tudtuk tervezni a következő lépést, a következő évet. Ugyanúgy most is tervezünk, nagy vonalakban már megvan tervezve a jövő év, és nagyon bizakodóak vagyunk, hogy minimum a mostani év szintjére a jövő évben is tudunk számítani. Szakmailag lehet még nagy változásokra számolni? Jövőre? Folyamatosan. Hát én úgy gondolom, igen. Tehát változásokkal mindig kell számolni. Egyébként itt az a jó, hogyha... Mert hogy változik a világ körülöttünk. Mégpedig olyan ritmus van, hogy időnként csak a levegőt kapkodja mindenki. És hát ehhez folyamatosan kell alkalmazkodnunk. Szociális téren azért azt az elmúlt évek tapasztalatából látni lehet, hogy egyrészt az, amit mi a Caritas, vagy a szervezet kezdetektől látott és felvállalt, hogy ennek az egész társadalom átalakulásnak, hogy a legnagyobb vesztesei azok a gyermekek,
többszörös kiszolgáltatottságuk révén, és a hátrányos helyzetű családokban felnővő gyermekek. A másik, ami egy viszonylag új, lehet, hogy rosszul mondtam, nem új, de egyre inkább hangsúlyossá váló, és talán erre utalt László, az idős otthon és a házi betegellátó, vagy az idős ápoló otthoni rendszer kapcsán. Tehát itt is, nálunk is egyre erősebbek a demográfiai mutatók, illetve tendencia az előregedés mentén, ezzel mindenképpen számolni kell. És hát szakmailag csak még annyit tudok hozzátenni, hogy egyre erősebben jelenik meg, hála Istennek, a minőségi igény a kedvezményezetteink oldaláról is, amit nyilván ezt folyamatosan igyekszünk ennek megfelelni. Műsorunk által betekintést szerettünk volna nyújtani a Caritas idei évébe. Azt hiszem, hogy csak bekukucskáltunk a kulcsjukon éppen. Reméljük, legközelebb majd többet fogunk tudni beszélni, többet fogunk bemutatni belőle, vagy legalábbis új oldalait. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Kedves nézőknek köszönjük a figyelmét. A viszontlátásra!